Cica nyelviskola kezdőknek. Azoknak, akik szeretik a cicájukat és szeretnének beszélő viszonyt kialakítani velük, a következő tanácsolom. Kezdetnek nézzék meg a videóimat. Állatok vokális kommunikációja. Macskák vokális kommunikációja. Macskák vokális kommunikációja 2. Kutyák vokális kommunikációja. A beszéd evolúciója, párbeszéd a me nevű cicámmal. A videókból kideríthették a következőket. 1. A cicáknak nagyon jó hallása és intelligens is. Mi az ő szavaikat kiejthetjük saját hangunkon, ők megértik. 2. A macskák gyorsabban és halkabban beszélnek, mint mi. Plusz a mi hallásunk gyengébb és kevésbé intelligens is, mint az övéké. Ebből adódóan kezdetben komoly gondjuk lesz megkülönböztetni a macskák szavait. Idővel a macskák rájönnek, velünk hangosabban és lassabban kell beszélni, és ezt a szívességet ők meg is teszik. A macskáknak velünk valójában kiabálni kell, ahhoz, hogy mi megértsük őket. 3. Nekünk magyaroknak annyi könnyítésünk van, magyar ABC-vel írható a macskák beszéde, minden hangot, amit a macskák használnak, mi is használunk. 4. Mint más állatfaj egyedei, a macskák is titkolják a nyelvüket. Az evolúció során sikeresebb volt az az állatfaj, amelyik jobban tudta titkolni nyelvét. Egyrészt így titokban tudták tartani szándékaikat, másrészt ki tudták szűrni az idegeneket, akik nagy valószínűséggel ellenségek voltak. Az így kialakult tabu mindaddig működik, amíg a macska az embert konkurens fajnak érzi. Én a saját macskáimhoz pici koruktól kezdve a saját nyelvükön szóltam. Náluk a tabu hatása teljesen megszűnt. Ők segítettek megérteni a szavaikat és létrehozni a cicaszótárt. Amikor a genetikus barátom rábeszélésére nekifogtam gondolkodni a cicaszótár nyilvánosságra hozásán, szükségesnek éreztem ismeretlen macskákkal ellenőrizni a szavak jelentését. Ismeretlen cicákkal beszédet kezdeményeztem. Barátaimnál, ismerőseimnél megszólítottam cicáikat. Néha az utcán is leszólítottam ismeretlen cicákat. A leszólítás úgy történt, hogy köszöntem neki, éjjel. Ebből szerzett tapasztalataim alapján 3 csoportra oszthatók a macskák. 1. Köszönésem után rám sem néztek, gyorsan elfutottak, vagy hirtelen rám néztek, néhány pillanatot meretten néztek, majd gyorsan elfutottak. 2. Rám néztek lassan, hizelgő mozdulatokkal közeledtek felém, látszott rajtuk örülnek a megszólításnak, de nem válaszoltak. 3. Válaszoltak el. Erre én azt mondtam, és ők is válaszoltak, Az egyes csoportba tartozó macskák nem az emberrel együtt, hanem csak az ember mellett élnek. Állandóan tudtukra van adva, az ember a felsőbbrendű, ők pedig csak meg vannak tűrve. Úgy tűnt, ők a megszólítást valamilyen csalafintaságnak látták. Mivel nem bíznak az emberben, jobbnak látták elfutni. Nekem még nem sikerült ilyen cicát megszólalásra bírni. A második csoportban azok a cicák vannak, aki emberekkel közeli kapcsolatban élnek. Bíznak az emberben, de nem nyitottak az ember irányába. Az ilyen cicák beszédre bírhatók. Ha valakinek ilyen cicája van, a következőt ajánlom. 1. Amikor reggel találkozik a cicájával, köszönje neki, ja, számoljon el magával.
3-ig, és mondja, e. Az elköszönés, de azt is jelenti, hogy vagy. Szóval megkérdezte a cicájától, hogy vagy, majd úgy tesz, mintha ő is megkérdezte volna, válaszol neki, e. Jó. Így ösztönzi a cicát a megszólalásra. 2. Amikor kézzel hozzáér a cicájához, mindig mondja neki már, ami azt jelenti szeretlek. Ha a cica mozdulataiból úgy tűnik reagált, akkor mondja neki mae, ami azt jelenti én is szeretlek. A cicák nagyon szeretik, ha szeretve vannak, és ez tudtukra is van adva. De az is fontos nekik, hogy mi tudjuk, ők is szeretnek minket. A meccicám, amikor kikéreckedik és én engedem ki, ő visszaszól, má. Meg vagyok győződve, ezt azért mondja, nehogy azt higgyem, azért megy ki, mert nem szeret. Nagyon fontos a cicákkal gyakran igazolni egymás iránti szeretetünket. Amikor valósan érzi, nagyon szereti a cicáját, mondja neki, umma. Az ott egyszerre ejtsük ki röviden, mint egy kettős hangot. Majd utána a mát. Ez azt jelenti, nagyon szeretlek, de valószínűleg azt is jelenti, gyönyörű vagy, mivel ilyenkor a cicák elkezdik nyalogatni a nyakukat, és büszke mozdulatokat tesznek. Az mát még lehet fokozni az mával. Ez a nagyon szeretlek fokozott változata. Vigyázzunk, amit mondunk, ne umá legyen, mert az umá azt jelenti, szeretnék bent lenni. Az u azt jelenti be, bent, a má szeretni. Szóval nem umá, hanem umá vagy umma. Ezen kívül ha valamit meg kell tenni a cicával, valahonnan levenni, feltenni, vagy ilyesmit, amiről tudjuk nem fog neki tetszeni, mondja neki ma. Ezzel tudtára adja, ezt nem azért teszi vele, mert nem szereti őt. Ez a néhány szó állandó használata nem töri meg mindjárt a cicákban még létező tabút, de lazítani fogja. Idővel a mind közelebb álló cicájuk ki fog nyílni és meg fog szólalni. Ha megszólalt a cicájuk, alkalmazzanak minél több cicaszót. Beszélnek hozzá, mint egy értelmes lényhez. A harmadik csoportban tartozó cicájuk van, aki válaszol a köszönésre, az ilyen cicával a cicaszótár más szavait, azt lehet mondani, minden szavát lehet használni. Például, ha hívják be, használják az aut, azt akarják, ugorjon fel például a székre, tapogassák meg a szék felületét, és mondják au. Ők a bemenést is, és a felmenést is au-nak mondják. Ha ki akarják küldeni, mondják neki au, e, ie. Ez azt jelenti, a bentlétnek vége, au, e, menjél ki, ie. Szóval, au, ie. Amikor kinyitják az ajtót, hogy kimenjen a cica, mondják neki má. Most elmondok egy hasznos tanácsot. Gyakori probléma a lakásokban élő cicákkal, a nagy dolgot az alomban végzik, de a lakásban mindenfelé pisilgetnek. Hogy ezt nem szabad, a következő módon adják tudtuk. Vigyék a cicát oda, ahol nem szabad pisilni, és azt mondják neki, ej, e. Ez azt jelenti, pisilésnek vége. Majd vigyék az alomhoz, tegyék rá, és mondják neki, ej, re. Ami azt jelenti, pisilés újból, pisilés ismétlése. A re, é hangját nyomják meg. A cicák, ha a ré szót használják, mindig megnyomják a ré é hangját. Ha a cicájuk nagy dumás, figyeljék meg, melyik szót mondja elsőnek. Majdnem mindig az az ő neve a macska nyelvben.
Három cicám cicanyelvi nevére jöttem rá. Nya, me, ri. Az iúnak a nevét azzal a szándékkal adtam, hogy a cicáknak kimondható legyen. A többi cica használta is, amikor szólt hozzá. Az iú minden mondatát a saját nevével kezdte. Iú, a-a-u. Iú, me. Például a Titi, akinek a cica neve me, egyik mondata. Me, u, r. Ennek a jelentése me, bemenne és bent is maradna. Ha valakinek éppen most lett kis cicája, ajánlom, adjon neki kétbetűs nevet. Így a cicáknak is kimondható lesz, így egyben a cicanyelvi neve is lesz az a név, amit adtak neki. Ha valakinek van kérdése, ajánlata, kommentje, írjon. Üdv!